Maradunk Svédországnál, még le sem szálltam a svéd miniszterelnök gépe Budapesten, már a svéd sajtóban címlapon volt Orbán Viktor reggeli rádióinterjú, és azóta is egyre másra születnek a cikkek. Bugnyár Zoltán, a skandináv tudósítónk foglalta ezt össze. Egy hónappal ezelőtt, amikor Orbán Viktor meghívta a svéd kollégáját Ulf Kristerssont Budapestre, a svéd sajtó ezt úgy tálalta, hogy gyakorlatilag nincsen miért a svéd miniszterelnöknek Budapestre utaznia, különösen nem NATO-val kapcsolatos kérdésekben nincs miről tárgyalni. A keddi bejelentés követően, ugye amikor kiderült, hogy Ulf Kristersson mégiscsak Budapestre utazik, azelőtt, hogy hétfőn erről a magyar országgyűlés, pontosabban a NATO csatlakozásról szavazna, már csavart ezen a sajtó, és akkor egyfajta gesztusként próbálták feltüntetni ezt az SVT közmédia külpolitikai kommentátora. Például azt mondta, hogy Ulf Kristersson megúvja Orbán Viktort egy arcvesztéstől, míg a Svenska Dagbladet publicistája azt írta, hogy gyakorlatilag ez egy meg nem érdemelt ajándék Orbán Viktornak. A pénteki találkozót követően a napilapok egyöntetűen szalag címükben arról írtak, hogy 4 új JAS-39 Gripen vadászgépet ad el Svédország Magyarországnak, és ezt úgy kommentálták, hogy ez egy fontos lépés Svédországnak is jelentős, hiszen mindamellett, hogy ez a svéd hadipar zászlós hajója viszonylag kevés országban van rendszeresítve. Arról is írtak, hogy megváltozott a hangnem a két fél között, sokkal pozitívabbá vált, és gyakorlatilag borítékolják a kommentátorok, hogy hétfőn ratifikálja Magyarország a svéd NATO csatlakozást, és az optimistább újságírók arról is írtak, hogy már akár a jövő héten is felvonhatják a svéd zászlót a NATO brüsszeli központja előtt. Bugnyár Zoltán a svéd sajtóreakciókat foglalta össze, de hallgassuk most azt meg, hogy a két miniszterelnök találkozója után Orbán Viktor hogyan értékelte a megbeszéléseket. Ma megszületett a megállapodás arról, hogy további négy géppel bővítjük a Magyar Honvédség Gripen vadászbombázó repülőgép flottáját, jelentősen megnövelve ezzel a katonai képességeinket, és tovább erősítve a külföldi szerepvállalásra való képességünket, ami a megváltozott biztonsági környezetben, így kell hívni az orosz-ukrán háborút a diplomácia nyelvén. Ebben a megváltozott biztonsági környezetben ennek különös jelentősége van, hogy a magyar légierő képes Magyarország területén kívül is szövetségesi feladatok ellátásában saját eszközökkel, saját költséggel közre működni. Megállapodtunk arról is, hogy ez a katonai rendszerhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokról szóló szerződésünket is meghosszabbítjuk, sőt, kiterjesztjük a kiképzés területére is. Stúdióban üdvözlöm Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyivel erősödött most Magyarország légiereje? Én úgy gondolom, hogy sokat. Nagyon fontos döntés. Hadsereg már, főleg a légierő nagyon várta ezt az üzlet megkötését, és hát látni kell azt, hogy ha a katonai köröket nézzük, akkor jobban örültek volna, több lett volna. Tehát ez a 4 darab gép, ez nem olyan nagyon sok. Örültek volna, a hadseregnek azóta vágya, hogy legalább a 8-12 legyen. Tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr is mondta, hogy nemzetközi feladatok vannak, és lehet még más területen is vállalni nemzetközi feladatokat, mert a kisebb országok nem vásárolnak repülőgépeket, nincs légierük, és valakit megkérnek arra, hogy légirendészetet lássa el. Na most azért elég gyakran szoktunk mi is menni a balti országokra, ami azt jelenti, hogy azt is biztosítani kell, Magyarországnak is biztosítani kell a légvédelmét, és hát azért előfordul az is, hogy mondjuk javítani kell a gépeket. Ja, korábban itt az szerepelt a tervekben, hogy 200 Gripennyel legyen Magyarországnak. Ez most meglévő 14, meg ez a 4, ebből lehet 200-at csinálni? Lehet csinálni 200-at, hát reméljük, hogy ennek a műszaki feltételei meglesznek. Nem tudjuk még pontosan azt sem, hogy melyik változat, tehát melyik blokkból kapunk, mert most ugye BC van. Én a C-t olvastam a sajtóban, de ez csak sajtó. Ja, de igen, hogy az lesz-e, vagy esetleg egy fejlettebb kategória, hát jobb lenne, ha az lenne, de attól függetlenül, ha a C-t kapjuk, akkor is jó lesz, az meg leszünk vele elégedve. Az nem
nem lesz gond, hogy egy kiló, nem lesz gond, hogy kilóg a többi közül, hogy az egyik A változott, a másik meg C változott? A változat nincsen a NATO-val, csak BC van, illetve CD van, mert az A változat nem felel meg a NATO követelményeknek, tehát azt csak a svédek használják, lehet, hogy valakiknek eladják, de NATO-ban nem használható. Tehát az, ami nekünk van, illetve attól fejlettebbeket lehet még lizengelni. Mitől olyan korszerűek, mitől olyan jók ezek a Gripen gépek? Elektronikától nagyon jó, mozgékony gépek, és viszonylag nem sok műszaki kiszolgálás kell hozzá. Hát most ugye megnézzük a környező országokat, a csehek például vásárolnak F-35-ös gépet, hát az F-35-ösnél olyan 5-6 fő kell ahhoz, hogy kiszolgálják. A Gripennél 2 fő elegendő. Kisebb gép, mozgékony, föl lehet használni úgynevezett renegált feladatra. Ez a renegált feladat azt jelenti, hogyha megjelenik egy olyan gép, ami ellenséges, és el kell fogni, akkor ezt a feladatot teljesítjük. No, arra a Gripen tökéletes, tehát kiváló. És hát nyilván vadászbombázó feladatot is végre lehet hajtani, felderítést is végre lehet hajtani. Tehát egy több célú gépről van szó, és viszonylag a üzemeltetése olcsóbb a többiekhez képest, mondjuk akár az F-16-os, vagy nem ugye Isten, az F-35-öst illetően, ahol azért vannak műszaki problémák, viszont jóval fejlettebb, tehát az már egy magasabb kategória. Ez az olcsóbb, ez mit jelent? Tudna számokat mondani, hogy mennyi az annyi egy repült óra? Hát a 30 óra... millió körül, de ez mindig attól függ, hogy mit rendelnek hozzá. Mi 30 millió? Már a gépnek a darabára. Igen, de mikor üzemeltetési költség. Üzemeltetési költség attól fog, hogy mennyit repül. És mennyibe kerül egy óra? Egy óra a Gripenek esetében a 20 ezer euró. F-35-ös? 100 ezer. Plusz a 6 fő. Igen. Tehát azért nagy a különbség a két gép között, de hát mondjuk azok többet is tudnak. Tehát az hova kerülünk azért nemzetközi összehasonlításban most itt a régióban ezzel a 18 gépes flottánkkal majd? Hát jó középmezőben vagyunk. Ha megnézzük azt, hogy a többiek miket vásárolnak, hát mondjuk ha megnézzük az északi szomszédunkat, hogy ugye a MiG-29-eseket odaadták az ukránoknak, és kapnak F-16-ost, de ez még csak papíron van meg, ez még nincs meg. Tehát külföldi országok biztosítják Szlovákiának a légvédelmét. A cseheknél megvan, ők egy jó előrelátással rendelkeznek, és ugye megbeszélték azt, hogy meg fogják kapni az F-30-ast, és a románoknál hát F-16-osok állnak szolgálatba szinte, de ők is még nincs meg, de nagyon gondolkodnak az F-35-ös megvásárlásába, tehát hát vannak országok, akik már többet fordítanak erre a dologra. Nem vagyunk elmaradva nagyon, de borzasztóan sem vagyunk elő. Horvátország, Szlovénia? Horvátország, Szlovénia esetében, hát szlovéniák nincs gépe, tehát ő neki külföldiek biztosítják, főleg olaszok. Horvátország esetében még most állítják elő, hogy melyik változat legyen, tehát ők még nincsenek készen. Nekik régebbi géptípusaik voltak, még akár MiG-21-es feljavított változata is. Olvasni lehetett a sajtóban itt egy kiképzési együttműködésről, hogy az is része ennek a terület. Rendkívül fontos ez a kiképzési együttműködés. Az azt jelenti, hogy ugye nekünk korábban a pilótákat Kanadában képezték ki, rendkívül drága volt. Hazahoztuk az alapképzést, tehát a kis csehgépeken próbálták az első köröket megtenni, aztán utána fokozatosan átálltak más gépekre, de a kiképzésben benne van az, hogy Svédországba is fognak repülni. Hát ugye Svédország jóval nagyobb, tehát tud területeket menni, és hát lényeges kérdés az, hogy a lövészetbe is valószínűleg meg fognak egyezni. Magyarországon ugye pillanatnyilag légilövészetet nem lehet végrehajtani. Régen ugye az Alföldön volt egy lehetőség erre, de ezt környezetvédelmi okokból megszüntették, és most megállapodtak a svédekkel abból, hogy oda lehet menni hozzájuk lövészetet. Tehát ez is egy lényeges kérdés. Meg hogyha leasingelünk, még azt se lehet biztosan tudni, most leasing vagy vásárlás. Állítólag leasing lesz. Ha leasing lesz, akkor abban sok mindent bele lehet játszani, sok mindent megcsinálnak szervizelés vonatkozásában, illetve hát nem szabad elfelejteni azt, hogy ha szervizelni kell, akkor az vagy ott, ha nagyobb baj van, ha nem, akkor a eladó fél idejön. És az ellentételezés. Az egy nagyon lényeges kérdés, hogy most körülbelül azért, ami megveszünk, ellentételezést kell végezni. Na most ebbe is. Nyilván ezek nem nyilvánosak, de azért az ellentételezés rendkívül fontos, különösen a légierő vonatkozásában. Mit jelent ez a bizonyos logisztikai megállapodás? Mi lehet a tartalma ennek, amiről a miniszterelnök úr is beszélt? Alkatrészek biztosítása, milyen áron, mennyit, mikor, és hát a fegyverzet.
fegyverzet, azt tartozik a logisztikába. Most hiába van nekem repülőm, ha nincs jó rakétám. Tehát ehhez venni kell rakétát. Most vagy a svédektől veszük, vagy mástól. Ezek nagyon nem mindegyek. Itt azért meg kell egyezni azt, hogy miből és mennyit. Mert ugye az a szokás általában az üzleteknél, hogyha többet vásárol a ügyfél, akkor olcsóban adják neki. És ezen azért lehet vitatkozni, meg lehet vitatkozni az ellentételezéseket. Tehát itt az ördög az mindig a részletekben rejtőzik, itt azért ezekben még meg kell állapodniuk, hogy hogyan lesz. Hát valószínűleg még lehet tartalma ennek a megállapodásnak. A miniszterelnök úr ugye arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy a hadipart beleintegrálódjon egy nemzet gazdaságában. Hol tud összekapcsolódni mondjuk a Gripenekhez kapcsolódó? Kutatásfejlesztés, tehát K plusz F program, ezt külön fognak egy ilyet készíteni, lehet, hogy már ez nagyjából össze is állt, mert nyilvánvaló, hogy a Technológiai Intézet, illetve most egy új neve van, de ezek foglalkoznak azzal, hogy milyen közös érdekeltségek vannak abban, hogy fejleszünk dolgokat, hát egy repülés műszaki részében nagyon sok fejlesztési lehetőség. Most ebben összefog két ország tapasztalatokkal, azért nálunk is meg lehet nézni például, mondjuk a Műszaki Egyetemen azért vannak ám jó fejek, akik ilyen dolgokba tudnak szállni, cégek is vannak, és ha kettőt összetesszük, abból ki lehet hozni valami olyat, amivel el lehet menni a harmadik országba, piacra. És nem csak a Gripenre gondolok. Tehát akkor már lehet pénzt is keresni. Ez így van, ez így van, ez így van. Tehát a kutatásfejlesztés nagyon fontos. Összegzésképpen el lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen akkor megérte kivárni, ezt, amíg egy jó alkut sikerült kötnünk? Én azt mondom, hogy mindenképpen megérte, de szükséges volt. Tehát ez már most, mivel 26-ban lejár a leasing szerződés, ez akkor nem két perc alatt születik meg, bár nem egy borzasztó nagy üzlet, de hogy próbáltam érzékeltetni, hogy milyen kis apró dolgokat kell itt most megoldani, az azt jelenti, hogy ez az idő kell, itt le kell ülni és meg kell beszélni, meg főleg alkudni kell, amennyire lehet. A NATO mekkorát erősödik Svédország belépésével? Ugye ők eddig függetlenek voltak, amennyiben hétfőn megszavazó az ország. Ezt meg lehet nézni technikailag és geopolitikailag. Geopolitikailag mindenképpen nagyon fontos, mert ezzel egy folyamatos összeköttetés van Norvégiától Törökországig. És ugye most tudjuk azt, hogy a erők csoportosítása az a NATO keleti részébe tevődött, tehát és fog áttevődni a jövőben még inkább. Tehát nyilvánvaló, hogyha ez a hézag megszűnik, akkor ez Svédország csatlakozásában mindenképpen javítja a helyzetet, másrészt azért a svéd technológia, a svéd hadipar rendkívül fejlett, tehát az ő eszközeik nagyon megbízhatóak, hát csak nézzük meg a Gripent, amelyek nagyon büszkék jogosan, tehát én ezt nem is vitatom, de ezen kívül azért komoly légvédelmi eszközeik vannak nekik, komoly tüzérségük vannak nekik, a hajókról nem is beszélünk, mert mondjuk nekünk még tengerünk nincsen, tehát most ezt a méget ezt csak viccesen jegyeztem meg, a helyzet az, hogy a haditengerészetük fejlett. És ott azért előfordult is az egyik motivum a svédeknél, hogy beléptek a NATO-ba, hogy időnként azért szovjet hajót megjelentek, meg orosz hajók a svéd kikötőkben, aminek nem nagyon örülnek, de ugye van egy nemzetközi szabály, hogyha mondjuk a svédek csinálnak egy haditengerészeti gyakorlatot, akkor megjelenik egy orosz hajó, és bejelentik, hogy műszaki probléma van. És ezért mondjuk két hetet bent áll egy svéd kikötőbe, kötelesek beengedni, mert azt mondja, hogy baj van. És akkor figyel, az is lehet, hogy figyel. Pontosan. Arról lehet-e valamit tudni, hogy az orosz oldalon, az orosz hadsereg, az orosz politika részéről milyen reakció? Az biztos, hogy ellenreakció lesz. Tehát látszik, hogy a rakétateknológia területén fejlesztenek. Azt látszik, hogy a balti országokkal szemben lévő területeken komoly korszerűsítés volt. Tehát nyilvánvalóan ne ringassuk magunkat abba a téfitbe, hogy most az oroszok nem fognak lépni semmit. Tehát olyan eszközöket fognak rendszerbe állítani, amivel el lehet érni a NATO-t. Tehát tulajdonképpen a fegyverkezés egy magasabb szinten fog érvényesülni a jövőben is. Ez picit hozzájárul a svéd NATO tagság, és hát Finnországot ismerjük, tudjuk, hogy mi van, úgyhogy ez folytatódik a jövőben is. Ezredes úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.